Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a Zen táborban. Nagy örömmel hallottam Gábor bevezetőjét, és itt egyetlen egy egyszerű tény van, megcsinálta. Semmi más nem kell. Kitűzöd a célt, elindulsz és eléred. És közben nincs önkép. Tehát egyre kevésbé tudod azt, hogy te ki vagy, de egyre tisztábban vagy jelen, egyre jobban ismered fel a helyzetet, egyre helyesebben teremtesz kapcsolatot, és egyre jobban működsz együtt. A zen, ahogy hallhattad, nem gyors és látható eredményeket hoz, de hoz. Nagyon érdekes, hogy olyan vezetett meditációkat, relaxációkat, gyors módszereket keresünk, amelyek a látható személyiséget pillanatok alatt újra rakják. Viszont a 95% tudattalannal nem foglalkozik. Csak úgy lecsepeg valami, és már a megszokott zsákok vagy pincék valamelyikébe oda beleesik, azt kész, köszönjük. Egy nagyon komoly asztronómus és kozmológus mondta, hogy az univerzum 96%-át nem látjuk, nem halljuk, nem tudjuk tapintani, nem tudjuk érzékelni, csak a működéséből tudjuk, hogy van. És ahogy a makrokozmosz, szerintem a mikrokozmosz is ez a már hallott 4-5%-nyi jéghegy csúcs, és az összes többi tudattalan. Személyes, páros, családi, csoportos, valamilyen szintű tudattalan, amelyben először hozza a zen a változást, majd pedig a te archetipikus valóságod megváltozása után szépen a felszínre jön, tudatküszöb fölött megmutatkozik, amikor már 101 egyszerre nem ugyanazt csinálod, mint 100-szor előtte, és nem tudod, hogy miért. Tehát nem a felső uralom, az elmének a kontrollja volt ez, mert az mindig jön és megy. De hogyha a mély szerkezetben megváltozol, az nem fordul vissza, az nem ingázik, az nem jójózik. Ez a tapasztalaton és a belátáson alapuló dolog versus a gondolkodáson, érzelmen, kontrollon és egyébben alapuló dolog. Remélem mindenki tudja, és talán hallottátok is a tanításban, de ha eddig nem, akkor nagyon összesen elmondom, hogy a zen olyan, mint az élet. Tele van illúzióvesztéssel, tele van csalódással, tele van veszteséggel. Nem mindegy, hogy miben, kiben csalódsz, mit vagy kit veszítesz el, és hogyan alakulsz át fel közben. Amikor elkezdesz zen gyakorolni, és tényleg intenzíven, tehát felszáll a gép a kifutópályáról, és nem csak taxizik a reptéren, akkor mint egy ilyen fordított exponenciális görbe, nagyon rövid idő alatt nagyon sok karma így zuhan lefelé. Gyakorolsz még többet, de itt már ilyen 5-10 évről van szó, intenzitás nem változik, de a karmának a csökkenése már nem olyan hatalmas adott időegység alatt, picikét kisebb amplitúdó. És hogy miért van szükség ennyire az őszintességre, az alázatra és a szerénységre? Mert az utolsó 10 év az utolsó 5%. Azelőtt 10 év, 20 év, lement a 95, de a legkeményebb dolgaid, amit a legjobban védesz, amivel a legjobban azonosulsz, az az utolsó 10 év, 15. És ezt már nem lehet úgy, hogy ne segíts másokon, mert különben nem jön ki a tükörben. Amíg az első 5-6 évben, az első 3 évben, attól függ, mennyire intenzíven csinálod, tényleg a saját problémáidat oldod, akkor Úristen, te igen, menjél le 1 kiló cukorért, lisztért és banánért, de itt maradjon meg a dolog. Mert tényleg azzal a kézzel, amivel elvégzed ezeket a belső műtéteket, te ne nyúljál bele mások lelkébe. És ez rendben van, hogy az univerzum adja neked a feladatokat, de a bódhiszatvának nincs egy olyan énje, hogy majd én segítek. Nem, ez a miben segíthetek, ez más. És hogyha ezt helyesen teszed föl, pont olyan feladatot kapsz, amit el is tudsz végezni. Kihívás, szintlépés, de el is tudod végezni. Ha valaki önjelölt éntelen, azt az univerzum megbosszulja. Úgyhogy ezért érdemes a gyakorlatot komolyan venni, mivel ez tényleg a
az útnak a felnőtt változata, és hogyha ebben segíthetek bárkinek, akkor itt a lehetőség, kérdezzetek. Most 2 hónapja vagyok itt, és még mindig azt élem meg, hogy szürreális, hogy itt vagyok, és szeretném jobban érezni a súlyát, érezhetőbben a felelősségemet, amit itt elvállaltam és csinálok, és... Én már közel 20 éve vagyok itt, és még mindig szürreális. Ez nem fog változni. A súlya az változik. Tehát ahogy egyre több időt töltesz itt vagy gyakorlattal, ugye egyre szürreálisabb az, hogy az embereknek miért kell odakint így viselkedni? Mi az, ami hiányzik? Miért kell a világot ilyenné tenni? Miért kell egymáshoz így viszonyulni? Miért kell ilyen párkapcsolatot, családot és társadalmat építeni? És a válasz az, hogy nem valami hiányzik, hanem valami fölösleges. Fölösleges azonosulások, fölösleges téves nézetek, fölösleges kapzsiság és harag van az emberekben. És ami szükséges, az már megvan. Nézd meg a Csak Láss című költeményt. Ha meg akarod ismerni a Buddhák birodalmát, tartsd a tudatodat tisztán, mint a tér. Engedj el minden gondolatot és vágyad. Engedd, hogy a tudatod szabadon jelen legyen ebben a pillanatban. Megszerzett tudás nélkül már teljes vagy. Értsd meg, láss rá. Egyszerű, világos. Látod? Hallod? Már tisztán látsz, már tisztán hallasz. Akkor ez a bot, a hangja és a tudatod azonos vagy különböző? És ha az elméd eddig esetleg követni is tudta a költeményt, a kérdésség teljesen megfekszik. Tehát vagy egy év vált tiszta választ ad, vagy pedig így tapogat, mint vaka sötétben. És általában ez van. Azért szürreális, mert előbb-utóbb látod azt, hogy a tudat milyen minőséget érhet el, de mégse érik el a legtöbben. Tehát egymásban keressük a hibát, ahelyett, hogy magunkat javítanánk meg. Egymást lögdössük le az útról, ahelyett, hogy együtt haladnánk. És a szürrealitás az szerintem teljesen jogos, még az abszurditás is. Beleőrülni nem kell, tehát az nem szükséges, nem? Viszont látni azt, hogy ez mennyire, ez a földi élet, mennyire alkalmas lenne arra, hogy boldogok legyünk, és másokat is boldoggá tegyünk, és mennyire nem ezt tesszük, ez abszurd. Ez abszurd. És ismétlem, nem valami kellene hozzá, az már mindenkiben megvan. Már teljes vagy bármiféle tudás, műveltség, kultúra vagy egyéb nélkül, mert az emberi természeted, a Buddha természeted nem lesz több vagy kevesebb azáltal, hogy te látsz, hallasz, szagolsz, tapintasz, ízlesz, gondolkodsz. De az önképed az igen, a világképed az igen. És ha ez az eredeti tudat nem tiszta, akkor egyik sem tiszta, se az önkép, se a világkép, se a másik emberről alkotott kép. Igen, szürreális. Ízlelgetem ezt a szürrealitást nagyon régóta, és közben hallgatom a madarak énekét. Én az önmarcangolásról, önostorozásról szeretnék kérdezni, hogy... Önmarcangolás vagy önostorozás? Hát, az egyikhez egy kutyát rendelnék, a másikhoz pedig egy ilyen önkínzó cellájában élő szerzetest. Igen, ez pont így van. Ez pont így van? Érzem, igen. Oké. Okay. Miért nem tudod kinyitni a cella ajtaját? Mert a kezedben van az ostor. Azért. De tehát nem fér bele a kulcs. Tehát le kéne tenni az önmagad fölött alkotott ítéletet, és igen, akkor meglátod, hogy eredetileg a kezed az üres. Te veszed az ostort a kezedbe, te válsz elkövetővé és áldozattá egyszerre. Tehát az önkínzás, az önmarcangolás, az önostorozás az, akkor rövidre zártad az elkövető és áldozat körét. Ez egy elképesztő rövid zárlat. Van még bőven, de ez egy kitüntetett rövid zárlat. A 7 fő rövid zárlat közül az egyik. Tehát, amikor arról van szó, hogy ezt ne tedd, akkor ezt nem tudom neked megmondani. Mert úgy tűnik, mintha én is ostoroználak, pedig nem. Itt az a kérdés, hogy mikor lesz ebből elég. Tehát, hogyha már egyszer úgy gondolt, hogy elég volt, akkor leteszed az ostort,
körülnézel, hogy milyen elképesztően szűk ez a cella, az én börtön, az egoitásnak a kalodája, amiben vagy. És ez a szűkség adja azt a szükséget, hogy te ostorozd magad. Valójában az ajtót kéne kinyitni, a falak ledőlnének, és az ostor az pedig így elfüstölne a szélben. Tehát ez akkor van, amikor az ember nem járja az utat, nem ismeri önmagát, és minden vágyából haragot csinál. Minden célból megsemmisítést, megsemmisülést csinál. És az önostorozás azért van, hogy nehogy ez kiderüljön. Oké? Tehát itt igazából, miközben így mentálisan, remélem nem fizikailag, így hátadat így verdesed a kilenc ágúval, meg kell kérdezni, hogy mi a dolgom? És rájössz, hogy ezt valami helyett csinálod. Mi helyett ostorozod magad, és döbbenetesen más válaszok jönnek ki, mint amit az elme gondolna. Mert az elme az föltalálja az önkorbácsolás mellett az önostorozást, az önkínzást, az önmegsemmisítést, ilyen rokonértelmű karmákat, csak hogy változás az lehetőleg ne legyen. És amikor mélyen megkérdezed, hogy mi helyett teszem ezt, akkor előbb-utóbb kijön az a válasz, amit a lélek így felébred ebből, hogy igen, hát akkor nekem valójában ezt kéne csinálnom, amire most rájöttem, és nem önostoroznom, meg önkínoznom. De amikor az ember nem elég bátor, hogy elvállalja a saját életét, akkor az önmegsemmisítésig tudja kínozni magát. Vállald el azt az életet, amiért valójában megszülettél és idejöttél. És ez az elején néha brutálisnak tűnhet, mert hirtelen megszűnik a szerep. Hirtelen megszűnik a játék, vagy a játszma inkább. És amikor ez megtörténik, akkor lépni kell, mert már nem lehetsz az, aki voltál. Már nem tudsz visszamenni az ego börtönbe, és az önmagad fölött alkotott ítélet korbácsát megint a kezedbe venni. Ez már nem megy. És ez kell a bátorság. És abból lesz a hit, hogy megkérdezed és látod a választ. És a nagy kérdés az már elhangzott. Úgyhogy ez a három nagyon fontos alkotó része van. Nagy kérdés, a tapasztalás nyomán nagy hit, és a nagy bátorság, amivel végigviszed az egészet. Jó? Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Miért van az, hogyha történik valami, vagy nem történik, csak én gondolom, hogy történik, és mivel nincs ráhatásom, egyből a legrosszabbra gondolok, és elkezdek gyártani. Félelem. És magány. Tessék kilépni a magányból, ez lehet szellemi magány, érzelmi, bármilyen. Döbbenet, hogy az ember egy tömegben, vagy akár egy párkapcsolatban is tud magányos lenni. És ez pedig az alapprojekció. Megbilincseled magadat a saját kivetítéseiddel, az aggodalommal, a félelemmel. És egyszer csak ebből is elég. Tehát nagyon jó az, amikor az ember kényszerhelyzetbe kerül, válság éri, mert akkor ezeket nem tudja fönntartani. Akkor cselekedni kell. Úgyhogy hozd magad helyzetbe. Merj hibázni. Vállalj kockázatot. Ezek nagyon régen történtek veled, ha történtek. És akkor el tudod hagyni ezt az egyébként családi karmával ismétlődő énséget. Tehát ezt nem csak te viszed. A szüleid közül legalább az egyik. Ő is. Jó? Tessék nagyon komolyan gyakorolni ahhoz, főleg leborulást és mantrát, hogy ezek a projekciók vagy megszűnjenek, ez később lesz, vagy kezd a velük való munkát azzal, hogy nem hiszed el őket. Tehát mihelyt jön és megy, mihelyt beáll a tudat terébe, mihelyt az elme megteremti, kb. Egy nanoszekundum olyan gyors. Ez nem volt itt tegnap. Akkor holnap se lesz. Csá. Tehát ami jön és megy, azzal nem foglalkozom.
itt nyugaton mi ezt szételemezzük, kartotékoljuk, könyvet írunk belőle, rendszert formálunk belőle, különböző ilyen simi-simi gyakorlatokat, hogy ezáltal szeressenek minket egy önismereti tanfolyamon. Ez bullshit. Érted? Az egész, úgy, ahogy van, kuka. És hogyha ezt megmered tenni, akkor tudsz tovább lépni. Akkor tudsz szellemileg felnőni. Ez a pont, anélkül, hogy ítéletet alkotnék akár felőled, akár a kérdésed felől, ez egy infantilis visszamaradt pont. Ezért vannak ezek az érzelmi betokosodások. Jó? Ez az a pont, ahol még nem tudtál felnőni. Szívesen. Egyéb kérdés? 2 évvel ezelőtt az első igazi pofont az életemben pont a párkapcsolatom adta. Azt hittem az első videó. Te letörlöm a kis homlokomat. Ez nagyon komoly. Az enyhe kiutat, az első kiutat adta az első videód, amit tőled láttam. Viszont az első pofon az a síró fürdőszobába zárkozott, még akkor mennyasszonyom volt, és akkor magamra ismertem a gyerekkori önmagamra. Uh-huh. Édesapámnak rengeteg mindent köszönök, és úgy érzem, hogy nem is haragszom rá, és úgy érzem, hogy meg is tudom érteni őt. Mégis valahogy sok mindent láttam, vagy éreztem meg akkor abban a pillanatban, amit a párom nem tudatosan, de elég erőteljesen visszaadott nekem. És akkor éreztem, hogy valamilyen irányba el kell indulni. Valahogy sikerült rátalálnom a videóidra. Ez nem röviden... fontos. A videók tényleg nem fontosak. Az, hogy mi történt vele, miután kijött a fürdőszobából, engem az érdekel. Abban a pillanatra nem emlékszem. És ő? Ő emlékszik? Remélem, igen. Azért nézzük meg a filmnek a végét is egy kicsit, legalábbis egzisztenciálisan. Azt mondtad, hogy akkor a mennyasszonyod volt. A feleséged lett? Igen. Együtt éltek? Igen. Akkor valamit jól csináltál. Ez hány éve tart? Már 10 éve. Akkor ideje nagy javításra jönni, mert egy 10 éves válságnak épp itt az ideje. Most biztos nem fog bezárkozni a fürdőszobába. Temperamentumtól függően esetleg különböző tárgyak repülnek a konyhából a fejed felé. De hogyha itt ül, akkor ez még jobb. Szóval az igazi pofon az, amikor a szeretett személy, akivel így szerelembe esöl, az úgy be tudja nyomni a gombjaidat, hogy magadra se ismersz. Tehát olyat kihoz belőled, és aztán reflektál is rá, hogy úgy megnézed, hogy na, én most hogyan váltam az ő következményévé? Tehát mi volt az a felület, amit megtalált rajta ezekkel a kis nyomógombocskákkal, és úgy elvesztettem a centeremet, te, mint költségvetés az egyensúlyt. Így. Hatalmas karmikus adósságokat teremtesz ilyenkor. Nagyon kell a reaktív tudatra vigyázni. És hát aztán van idő kisimogatni ezt, csak nagyon nagy munka. Tehát nézd meg, helyzet. A helyzet még semleges. Sétáltok az erdőben, az utcán, a plázában. Kapcsolat. A kapcsolat már szétesik múltra, jelenre, jövőre, mert valamit hoz a múltból, vagy aggódik a jövő miatt, és pont a jelenedet azt elrontja. Nem tud nyalni a fagylaltodat, vagy nézni a kirakatot, mert az asszony, vagy mennyasszony állandóan nyomogatja a te múlt, jelen, jövő gombjaidat. Ugye egy ismeretlen hölgyeim ti soha nem csináltak ki, én teljesen biztos vagyok benne. És amikor ez megtörténik, akkor az agyad az úgy elszáll, mint a győzelmi zászló. És reagálsz, és mondod, és érzelmek, és gondolatok, és elmetorlódás, és így vakarod a fejed, hogy úristen, ez eddig hol volt? Ez honnan jött? És hogy ez én, meg mit mond, hogy tárház tudat, meg megkülönböztető, ítéletalkotó, meg fogalomalkotó? Hát most az összes működött egyszerre. Egy másodpercet én olyan fogalmat alkottam róla, hogy el sem merem mondani. Megkülönböztetés?
Hát a világ legrosszabbja. Hát ez hogy? Emlék? Én nem akarok el emlékezni. Én semmire. Dehogy is. Úgyhogy ez nagyon jó, amit mondasz, mert a szenvedésből csináltál utat, tehát le kellett bontani a pofon által az egófalat, és a téglából, a törmelékből megépíteni a rómaiak útját. Olyan utat építettek 2000-2300 éve a rómaiak, hogy a mai napig lehet használni. Képzeld el? Tehát, hogyha te a tanulságot levonod, és a karmát beledolgozod az utadba, akkor tényleg lehet rajta haladni. Miért? Mert megszenvedtél érte. Tehát a 90 napos az nem pusztán azért jó, mert 3 hónapig itt vagyol, hanem azért, mert tényleg megszenvedsz azért, hogy az úton jár. És ezt te vállalod, te senki nem szenvedtet. A saját behozott karmád szenvedtet. Semmi más. Senki más. És hogyha megszenvedtél érte, akkor meg is maradsz az úton. Volt egy szingapúri, tényleg cukorgombóc szerzetes testvérünk, Fa Ru Sunim, így hívták, olyan volt, mint egy nagy gyerek. És tényleg nagymamája, nem anya, nagymamája kedvenc, aki tömte cuccal, tehát állandóan valamit táplált be. Fa Ru Sunim ekkora volt, mint egy ilyen, tudod, az a hotel, a Happy Buddha, a Mahajána Mikulás, akinek a füléről lógnak a gyerekek, és mindig mosolyog, és a te a szünetben feldúlja a matracot, és minden lekváros kenyért. Ez teljes, és közben elmúlt 35. Tehát megkérdeztük, hogy Fa Ru Sunim, te szerzetes vagy, szútra iskolát végeztél, miért teszel még mindig így? Azt mondja, értsd meg, a nagyanyám 20 évig ezt kondicionálta belém. Én most nem tudok másképp enni, mert ő neki ez volt jó, és megszoktam. Jó, mondom, mi az, amire tényleg rálátta? Azt mondja, hát Tajvanon voltam bhikkhu, az a szerzetes képzésen, és a tanár megkérdezte tőlem, amikor ott az udvaron voltak a felavatandó, már teljes fogadalom készlettel rendelkező szerzetes jelöltek, hogy na, Fa Ru Sunim, szerinted 10 év múlva ezek közül kik maradnak meg? Azt mondja, nem tudom, mester. Azok, akik megszenvedtek érte. Tehát nagyon jó, hogy az elején a kapcsolatért megszenvedsz magaddal is, vele is. Mert ezzel lerakod az alapjait annak az útnak, amin közösen mentek. Ha nem, akkor válás, viszontlátás, és a következőben, a következő párkapcsolatban ugyanazok a megoldatlanságok fognak jelentkezni, csak az odavezető út más. Más az étterem, más az asztal színe, más kaját rendeltek, más a vörösbor, a gyertya már nagyon hasonló lángalég, stb. És amikor ez a mézes időszak, hogy hetek, ezt most nem lehet tudni a mostani világban, mézes napok, mézes hetek, vagy mézes hónapok így véget érnek, akkor ugyanaz a kemény karmikus réteg csattan mind a kettőtökben, és egymás nyomógombjait megtaláljátok. Ezért szoktam mondani, hogy az egoitások elintézetlenségei az intim kapcsolatban fordulnak leginkább egymás felé. Tehát egy kapcsolat intimitásában találjuk meg a másikban a legnagyobb hibát. Mert olyan éles a szenzor felbontása. És ezért így javaslom, hogyha valaki intim kapcsolatot szeretne, vagy már meg is kapta, vagy éppen elveszíteni készül, akkor legyen szíves a saját tudatállapotára vessen egy mély, őszinte, világos pillantást. És hogyha ezt megteszed, akkor két dolgot látsz. Egymás tökéletlenségeiből akár lehetne tanulni is, és nem egymást kinyírni érte. Azt lehet, tehát hibát találni a másikban a legkönnyebb dolog. Megtalálni, hogy a válságban, a viharban, az egyet nem értésben mit tudok épp szeretni benne, az a nehéz. Oké? Okay? Ha ezt meg tudod találni, egy lépéssel már a kapcsolati felébredettséghez közelebb kerültél. Ugye a 10 éves válságok azok megmutatják, hogy az azt megelőző 10 évben mit csináltál, és hogyha jól csináltátok, akkor minőségemelkedés, még szorosabb kötelék, és hogyha rosszul csináltátok, akkor egyszer csak szétesik, és menthetetlenül szétesik. Ennél csak egy nagyobb teszt van, a 17. Hogyha 10-17 így megvannak, onnantól kezdve már csak kisebbek.
Különböző faktorok még lehetnek, de itt csak a párkapcsolatot magát mondom, vagy az elkötelezettség időpontját. Úgyhogy nézzétek meg, hogy mit láttok egymásban, és mit láttok magatokban, és hogyha nagyon különböző a kettő, akkor még sok a munka. Jó? Köszönöm szépen. Szívesen. Asszony, mondaná valamit? Semmit? Mondjon. Ennek a történetnek, vagyis hát nem az egész történetnek, de a fürdőszobából kijövén való történetnek az volt a vége, most így gondolkodtam rajta, hogy ő akkor azért kapta azt a nagy pofont, mert rávilágítottam arra, hogy amikor évekkel azelőtt én teljes mértékben mellett álltam és segítettem, amikor szüksége volt rá, akkor én nem vártam semmit. Viszont akkor este, akkor délután, amikor ő hazajött, akkor én lelki fájdalmat kaptam tőle. Nem úgy állt az adott szituációhoz, ahogy talán megfelelő lett volna. És erre rávilágítottam, hogy talán nem ezt érdemeltem volna. Ezt most így mondod, de akkor nem így világítottál rá, ugye? Sírtam. Ó, az erősebb volt ennél sokkal. Viszont az az érdekes, hogyha ezt az energiát uralni tudjátok, akkor ez a kapcsolat erőforrása tud lenni, és nem pedig a lerombolója. És ez a jelek szerint megtörtént, úgyhogy ennek örülök. A következő lépés, hogy ki kell jönni a múltnak a kazamatáiból, és tudván, hogy a közös emlék az, ami a kapcsolatnak így a gerincvezetékét adja, egyszerűen kijönni a múltból. És hogyha ki tudtok jönni a múltnak a verméből, akkor pontosan látjátok ezt a pillanatot, amelyben összpontosul a múlt, a jelen és a jövő. És ez a pillanat így közösen a legértékesebb. Úgyhogy én így nem szoktam egzisztenciális tanácsot adni senkinek, de ha megnézed, az édenkerti sztori az egy párkapcsolati történet. Ott nincs család, tehát még a nemzetség az ott nem jelent meg. Nem is egyén, két egyén ott bolyong, és egymástól függetlenül kígyó, alma, fa és ilyenek. Tehát nem. Egymás jelenlétében, az egymással való párkapcsolatban történik az egész. Csoport sincs, a törzs az sehol, csak ők. Ugye? És nézd meg azt, hogy ez a párkapcsolati karma az, ami a teljes emberiségnek, mint nemzetség életet ad, és ez a leginstabilabb, a legtörékenyebb, és ebben van a legtöbb energia. És nincs előre lekódolva semmi. Tehát az összefügg, hogy mennyire nincs az informatikai része, az információs tartalom lekódolva, és hogy micsoda energia van benne. Ha nagyon tudnánk, hogy ez micsoda, akkor nem lenne ennyi energia benne. És éppen ezért kell nagyon vigyázni, hogy milyen tudás fájáról leszünk. Hogy ez a dualisztikus tudás, ami az adott fáról, ha nem csak egy fa volt, kérem szépen, az a jónak és gonosznak tudása. Tehát a dualizmus, mint kibudjanó önreflexió, a világra való rávilágítás, a megkülönböztetés magam és a környezet közt, látván, hogy éppen nem öltöztem fel aznap reggel a turcsiból, ugye? Tehát ez addig nem volt meg. Az emberiség tudatának a fejlődése. Úgyhogy amikor a párkapcsolatra így rávilágítasz, akkor látod azt, hogy ebben a pillanatban összpontosul a múlt, a jelen és a jövő összes karmája. Tehát választani kell. Tehát mit látsz a másikban? Most már tényleg azt látsz, amit akarsz. Addig talán azt hitted főleg a kezdet, hogy ő csak ilyen. És csak ilyen lehet. És nem is lehet más. De majd én megmutatom, ugye, hogy te milyen vagy. És akkor elindul
az, amit én szerintem egyfajta tudatosodásnak lehet nevezni, de én nem látom a tartós fejlődés lehetőségét valamilyen szellemi paradigma vagy hagyomány nélkül. És itt szoktak az elszigetelt nukleáris családok vagy a saját maguk karmájába belefeledkező párok tévedni. Tehát ez a ketten a világ ellen. Hogy? Merre? Vagy majd mi megmutatjuk, mert mi különbek vagyunk a többinél, van egy-két-három gyerekünk, és nem akarunk tudni a rokonságról, még születésnap, úgy talán karácsony nagy nyögveny elősen, de húsvétot azt felejtsük el. Tehát amikor elszigetelt családok, vagy ilyen nagyon-nagyon dupla egóba bemenő párok elveszítik ezt a szellemi környezetet, a kapcsolatot, a reflexiót, akkor ez olyan tudatminőség romlással jár, hogy előbb-utóbb egymásba fognak harapni, egymást fogják szenvedtetni, akár lelkileg, akár testileg, akár mindkettő. Ezért kell a tudatnak egy tér, egy olyasféle tér, ahol kibonthatja a karmáját, ahol láthat és láttathat. És ez a tiszta tér, ez a tiszta tükör az, amiben igazán menedéket lehet venni, és nem az, hogy most kinek van igaza. Benedek déd nagymamája, mamsi, írt egy könyvet a házasságról. Ők a férjével, aki most másfél éve ment el, 63 évig voltak együtt, ebből 62 év házasság. Ezt el nem tudod képzelni ma, hogy ez micsoda. Én láttam, hogy milyen minőségben vannak jelen, itt voltak az esküvőnkön, ebben a térben. Tehát gyakorlatilag egy energiatest, egy lélek és két fizikai test, így 2+2 lábacskával így mendegelt. Hihetetlen. És írt egy mondatot, egy kb. 16-18 oldalas könyvet írt a párkapcsolatról és a házasságról. És tudom, hogy másról is elhangzik, de ahogy ő leírta, az a saját lelkéből jött, hogy válasz, igazad legyen, vagy boldogok legyetek. Tehát, hogyha állandóan az egyiknek vagy a másiknak igaza van, és a másik a gyepálja azért, hogy ezt most az a téves nézet most éppen benned hogy van, mint van, akkor szétszecskázzuk a boldogságot. És ez nem azt jelenti, hogy letakart szemekkel és befogott fülekkel létezünk egymás mellett. Úgyhogy a boldogság az az egyé vált élet. A szenvedés az a széttagolt, szétvágott élet. Ahhoz, hogy az egyé válás bekövetkezzen, kell egy szellemi környezet, ahol ezt, mint tant tanítják, és mint utat járják. Mindegy, hogy hívják, mindegy, milyen könyv, mindegy, milyen jelmez, mindegy, milyen nyelv, mindegy, milyen kontinens, kultúra, teljesen mindegy. A végpont legyen meg. A helyes cél, a helyes szándék, a helyes motiváció. És akkor tudtok tényleg menedéket venni, először ebben az egységben, és ezen keresztül egymásban is. Jó? Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Egyéb kérdés itt? Hogyan tudom meglépni azt, hogy bárminek neki fogok? Van egy lendület, egy idő után mindig vége lesz. Végig csinálom, de mindig úgy érzem, hogy nem jól csinálom. Meg kell köszönni apukának, hogy ezt a mintát bemutatta neked, és leválasztódni róla. Már nem él. Akkor hóta után, de ez egy apa seb, illetve apa probléma, és ezt úgy, ahogy van belül a te apai vagy férfi archetípusodból ki kell rakni, mert hogyha nem, akkor a párod ezt feléd megismétli. Megismételte? Istenem, te pedig hidd el, nem találkoztam vele. Tehát lemásoltad így, és nagyjából minden ezt csináljuk, tisztelt a kivételnek, a társban a szülői karmát, és ehhez neked meg kell változnod, és ezáltal a párod is megváltozik, és akkor ezt a mintázatot ki tudod rakni magadból. Miért? Annyira irracionális alapon tudunk összetartozni, hogy az valami hihetetlen. Tehát vannak olyan párok és családok, ahol ha legalább egyszer nem veszekednek havonta, de az üvöltésig, akkor semmi nem megy. De az az egy, az megvan, és akkor az összes több, mint hogy ilyen láthatatlan olajat kapott volna. És akkor megy. De ezzel az a baj, hogy ez mindig a selejt. Tehát persze meg kell tanulni vitatkozni,
el kell viselni a veszekedést, de hogyha túltoljuk, akkor kiég benne az ember, kiég a szív. Ez nem jó nekünk. Úgyhogy meg kell nézni, hogy pontosan milyen önképet védesz magadban és benne azáltal, hogy ez a mintázat fönnmaradt idáig. És ezt az önképet el kell tudni engedni, hogy én ez vagyok. Én ezt így csinálom. Nem tehetek másképp. Tehát mikor elérsz a karmának egy olyan látására, hogy volt egy pillanat, amikor azt mondtad, hogy nem tehetek másképp, az, amikor a karmáddal azonosultál, abszolútnak vetted, belefeledkeztél, és azzá váltál, kész. És visszafelé, nem hiszem el, hogy ez én vagyok, látom a saját szabadságomat és felelősségemet, ahogy teremtettem, de nem azonosulok ezzel a teremtéssel. Megváltozom, és ezáltal megváltozik a karmám is. A karmámat én teremtem, de nem vagyok hajlandó a következményévé válni. Csak elviselem a következményeket, és orvoslom a hibát, ha kell. De nincs sem bűntudat, sem önfelmentés. Ez egy nagyon keskeny út. A középút nagyon keskeny út. A szélsőségekbe veszni nagyon könnyű. Én a semmi, én a reménytelen, én a teljes csőd. Vagy én az istenség, én a legfantasztikusabb, én a legsikeresebb. Na, ezt így összerakod, és ilyen színuszgörbét ráteszel, tak-tak, és már is megvan az élet savaborsa. Na, ezt hívják bipoláris szindrómának, vagy egy kis borderline-nak, vagy bármi, ami a szélsőségek között úgy megy, hogy elfelejti az egyik a másikat. Úgyhogy azt az önképet, amit az ilyesféle tapasztalatokra építünk, azt kell meglátni, hogy ezt hol tévedtünk, és az egészet úgy, ahogy van a kukába tenni, és a zen, ahogy hallod, nem egy újabb önképet ad, csak a régit, azt megtanít lebontani. Nem véletlenül mondjuk, hogy hallod a madarak csicsergését? Nem nehéz, most is több tucat van. Egész nap megy, ez egy fantasztikus dolog. És hogyha vissza tudsz térni a pillanatba, akkor le tudsz válni az énségeidről is. Úgyhogy ezért érdemes gyakorolni. Jó? Szívesen. Hogyha az ember arra törekszik, hogy a jelenben legyen, tulajdonképpen már a hétköznapokban is, akkor ezáltal lebonthatja a régi karmáit. Igen. A múlt, a jelen és a jövő összes karmája ebben a pillanatban összpontosul. Ennek az eredete a Gyémánt szútra, amelyik azt mondja, hogy a múltra, jelenre és jövőre széttagolt tudat nem érheti el a felébredést. Tehát a folyamatban, ha elérsz egy bizonyos szintet, akkor látod, hogy a fordítottja igaz, hogy ebben a pillanatban összpontosul a múlt, a jelen és a jövő karmája, és amit keresel, az csak ebben a pillanatban találod meg. Ezen a helyen találod meg. Nem a múltban, nem egy hipotetikus, elképzelt jelenben, és nem egy olyan jövőben, ami még nem következett be. Az elmének, mint tér, idő és eseményteremtő ágensnek a legnagyobb hibája az, hogy elfeledkezik a saját teremtéséről, és azt hiszi, hogy amit ő megteremtett, az valójában objektíve rajta kívül létezik. Ez az első olyan projekció, ahol te elfeledkeztél arról, hogy ezt te csináltad. És itt azért nagyon-nagyon kell vigyázni, a tudattalan kivetítései olyan gyorsak és annyira rejtettek tudnak lenni, hogy te fel sem fogod, hogy azt a balesetet te hoztad magadra. Nincs olyan, hogy rossz helyen, rossz időben. Még olyan sincs, hogy rossz emberek között. Valahol te ott megjelentél. Abban a helyzetben, abban a viszonyban, hogy milyen karma vonzott oda, hogy teremtetted meg az oda vezető utat. Úgyhogy, ha így nézed a pillanatot, akkor tudod uralni azt a karmát, ami megjelenik benne. Tehát például, amikor már 102-szerre jelenik meg, akkor azt mondod, hogy én most már nem vagyok hajlandó azzal az emberré válni, akivé én 101-szer már váltam. Még egyszer azt az énséget nem építem föl. Még egyszer ezt a karmát nem követem el, mert elegem van. Pontosan látom a következményét, és köszönöm, nem kérem.
Nem akarok szenvedni és szenvedtetni. Na, ez az, ami őszinte. Ez az, ami azt jelenti, hogy meghajoltál a dharma, a törvény előtt, de nem váltál senkinek a lába kapcájává. Senki nem tiport rád ezáltal. Csak meghajolsz a törvény előtt, hogy egyé válja azzal, ami egyébként is létezik, egyébként is működik, csak ha az ember szemforgató, hamis módon nem vesz róla tudomást, akkor azt hiszi, hogy ő a törvény fölött áll. És egy picit azért ez, hidd el, mindegyikünkben benne van. Egy jó darabig. Hogy mindenki más mulandó, de ő biztos előbb fog meghalni, mint én. Mindenki feltételhez kötött, de nekem azért csak a jobbik vége jut ennek a zenbotnak. Azért vagyok én olyan szerencsés, hogy az életben mindig valahogy jó lapot húzzak, de a másik az nyugodtan szenvedjen. Ugye? Mert azt mondja, biztos vannak nálam tökéletesebbek, de az emberek többség az tökéletlenebb, mint én érző. Csak okosabb vagyok, ugye? Csak eszesebb, csak ügyesebb. Ezek így, tudod, mint ilyen kis önmegörökítő mechanizmusok, ezek úgy azért bennünk vannak. És ezért érdemes tényleg visszatérni a nem gondolkodóhoz, az önkép nélkülihez, hogy mindezek a tévedések, ezek így menjenek a kukába. Miért? Mert ezek teremtik a úgynevezett balszerencséket. Tudod, hogyha helytelen nézetet alakítasz ki, abból lesz egy hamis önkép, és abból lesz a nem kívánt esemény. Azt teremti meg. És elkezded tanítani magadat brutálisan. Legelső a brutalitásban, hogy elfeledkezel arról, hogy ezt mondtam az előbb, hogy ezt te csináltad. Tehát azért érdemes a változásokon végigmenni, ha az irány tiszta és a szándék is tiszta, hogy még ebben az életben emlékezz, hogy miért csináltad. Mert egy következőben nagyon nagy munka leszületni, fölnőni, megszokni a testet, megtanulni, újra kakilni, pisilni, enni, inni, beszélni, járni, szeretni, tanulni, soroljam. Nagyon nagy munka, rengeteg hiba lehetőséggel. És akkor X év után, de nem előbb, mint 17-18, elkezd kinyílni az a karma csomag, amiért valójában leszülettél. Addig automata pilóta van. Nagy munka, kérem szépen, egy inkarnáció, ne tessék el pazarolni. Ha már itt éles szemmel nézöl, nyitott füllel hallasz, elmével gondolkodsz, szívvel érzel, tessék ezt addig úgy szépen kihúzatni üveghangra, hogy valami tudatminőségbeli változást érjünk el, és nem csak ugye megismételjük az intelligens tápcsatorna esetét, amely csomót kötött önmagára. Hát nem kéne. Jó? Egyéb kérdés? Ott tessék. Hogy tudom megvédeni a határaimat, anélkül, hogy más valakit megbántsak? Megvédeni? Mert most megint nem értettem. Tehát a mosolyod igen. mögé elbújt az artikulációs bázis. Igen. Tehát szeretnéd megvédeni a határaidat, igen. anélkül, hogy megbántanál más valakit. Így van? Uh-huh. Azt ugyanezzel a mosollyal kell tenni, mint ahogy föltetted a kérdést. És ezt úgy csinálod a legjobban, hogy rámosolyogsz. Így, nagyon szét, figyeled? Így. És azt mondod neki, hogy nem. Ha már ilyen szépen nevet mindenki derűsen, gyakoroljuk ezt kórusban, mosolyogjon mindenki, és háromra azt mondjuk közösen, hogy nem. Egy, kettő, három. Nem. Még egyszer? Nem. Harmadszor? Nem. Így kell megvédeni a határaidat, anélkül, hogy megbántanál másokat. De ez nem megy mindig így, mert hogyha valaki... Erre egy más szó van, tehát amikor azt mondod, hogy ez nem megy mindig így, erre azt mondod, hogy most igen, de most megy így. És megint tudsz mosolyogni. És azzal azt mondod, hogy nem. Jó? Tehát erős center, nem mozduló tudat, tiszta tükör, akkor észreveszed, hogy pont milyen gombot készül a másik benyomni rajtad, és annak tükrében, amit szeretne, tükrözöl, visszajelzel, de nem válsz indulatos se.
Tehát csak úgy tudsz igazán nemet mondani, hogy mögötte nincs igen. Úgy tudsz derűs lenni, hogy mögötte nincs harag. És ehhez kell gyakorolni, és inkább a másikban a közös buddha természetet látni, semmint azt a karmát, amivel éppen ütni készül. Azt nézed, hogy mondjuk az ilyen nagyon kis dedek még alig tudnak mászni, járni. Ilyen hatalmas állatokhoz, kuvasz, ló, minden közel megy, és mindenféle énség nélkül így a nyakába borul, mancsolnak, oda teszi az orrát az orrához. Az egyik 8 kiló, a másik 400, vagy 80. És az egyiket ilyen házőrzés, a másikat ilyen lovaglás, ilyesmire használják. Élő tapasztalat. Mert a gyereknek éppen nincs gondolkodása, vagy énje, csak egy ilyen érzelem csomagja, hogy szeretlek. És az állat nem, hogy megérzi, az állatnak valójában ez kell. És eszébe nem jutna bántani. Tehát, hogyha kiveszed az énséget az indulatból, akkor csak meglátás marad. Akkor csak energia marad, mert az információ nem szennyezi be. Okay? Akkor tudsz rendesen tükrözni, és derűsen nemet mondani. Okay? Egyéb kérdés? Egy párkapcsolati konfliktusban, amikor éppen a másik készül atombombát dobni a fejemre, és próbálom kibillenteni ebből a te most hallod magad kérdésre, hogy tudom elérni azt, hogy ne úgy tekints el rám, mint arra, aki mondjuk okoskodni akar és fölé akar kerekedni. Párkapcsolati konfliktusban atombomba, fogalmam sincs, miről beszélsz. Tehát annyit szeretnék erre mondani, hogy el kell döntened, hogy egy adott helyzetben milyen kapcsolatot veszel föl a szeretett személlyel. Tér vagy, vagy forma vagy. Ha forma vagy, akkor a felületedről vissza fog pattanni bármiféle impulzus, legyen az simogatás vagy ütés. Oké? Ha tér vagy, akkor átmegy rajtad. És ezért kell nagyon jól szűrni, hogy milyen impulzusra reagálsz, mert ha valami nagyon erősre reagálsz, akkor az a legnemesebb szándék mellett is atombombává válik, mert az illető visszapattan a saját impulzusa, indulata, karmája. Viszont rád fogja, hogy ez te voltál. Mert tőled jött vissza, rajtad pattant vissza. Tehát ha valaki indulatból félőrülten, tele haraggal, akár üvöltve, akár sírva, de dobja feléd a karmát, akkor ilyenkor érdemes egy együttérző, nem reaktív jelenlétbe átváltani. És ott vagy vele, de mivel nem megszólítható, mivel nem látná a reflexiót, vagy nagyon keveset belőle, ezért nem reagálsz. És ettől a nem mozduló jelenléttől, a szembenállástól, ami még nem konfliktus, elkezd szelidülni. Miért? Mert te kibírtad ezt. Ő kínoszt téged, de te kibírtad. És ott nincs, hogy igazam van, vagy nincs, mert amit mondasz, azt a másik ellenet fordítja pillanatok alatt. Ettől atombomba. Nem tud belőle tanulságot, utat, továbblépést, csak az, hogy te miért vagy hibás, miért vagy rossz, miért vagy ilyen, olyan, amolyan, így le. És amikor már megszólítható, akkor a legkisebb, legapróbb megnyilvánulása is világosan, együttérzéssel, bölcsességgel, de arra már reagálsz, akkor már szólsz. És a Dhammapadának, hogyha megnézed a Buddha rövid tanításainak a gyűjteményét, van egy olyan verszaka, hogy gyűlöletet nem lehet gyűlölettel eloszlatni. Gyűlöletet csak szeretettel lehet eloszlatni. Háborút háborúval nem lehet eloszlatni. Háborút csak békével lehet eloszlatni. És mondja így szépen végig ezeket a párokat. Tehát nézd meg, hogy mikor válik egy lélekfogadó képes, és főleg azt, hogy ő amikor ezt a szőnyegbombázást küldi feléd, akkor az honnan jön? Amikor lássa jelenségek mögé,
Bár tudjuk, hogy ezt csak annyiban teheted meg, amennyiben te a saját jelenségeid mögé láttál a praxisod segítségével. És akkor megtalálod azt a mozgató rugót, ami nem csak az övé. Nagyrészt az övé, mert ő belőle jön. Te találsz benne egy kis részt, amivel te hozzájárultál ehhez. Akár tudja, akár nem. Akár átlátta, akár nem. Akár rosszul interpretálja, akár jól. Teljesen mindegy, de van benne valami, amivel te hozzájárultál, ha egy 0,5%, akkor az, ha 49, ha 70, teljesen mindegy, de van valamennyi, ami a te műved. És amíg kapod, és nem ütsz vissza, ez fontos, sem mentálisan, fizikailag végképp nem, akkor meglátod azt, hogy hogyan tudod ezt, a saját teremtést ebből a helyzetből kivonni, és azt tudatilag belül helyre tenni, mert neked ez a tanulási tapasztalat, neked ez a lecke ebben az egészben. Az összes tévedésben mi az az igazság, amit neked látnod kell? Ha azt kivontad és belül megváltoztattad, akkor az önképed is átalakult, és a vele való viszony azonnal átalakul, még akkor is, hogyha a lecsengés ennek a viharnak egy kicsikét hosszabb időt vesz igénybe. De ha ez nincs, akkor újra, az egész újra. Eltelik egy kis idő, te nem vontad ki a te teremtésedet belőle, ő szegényke honnan tudná, hiszen az ő gyenge pontját érinti, és onnantól kezdve megvalósul az az igazság, hogy egy trauma addig ismétli önmagát, amíg teljesen tudatossá nem válik. Akkor tudsz dönteni teljesen tudatosan, hogy megszünteted-e, vagy újra ismétled. Addig csak ismétled. Illetve ő veled. Jó? Köszönöm. Szívesen. Lehet, nem ezeket a szavakat mondtad, hogy ez a hely olyan, mint egy olvasztó tégely, vagy valami ilyesmi. Hát ez sok minden ez a hely, de olvasztó tégely is. És az van, hogy nekem nagy hatással van az, hogy itt a közösségben vagyok, és együtt működök, és látom, hogy nagyon nem, hogy nem megy, hogy kint így alkalmazkodó voltam, meg szóval, hogy a kint így nem vettem észre, hogy ez a együttműködés, ez nekem így nehézségeket, vagy nem tudom, hogy valahogy ez nehezebb nekem, és azt szeretném kérdezni, hogy ez hogy működik, ez az olvasztó tégeit, és hogy mire kell figyelnem, mire szükséges figyelnem, mert valamit nem vettem észre, és ha a gyakorlattal, de azzal is küzdök, de hogy azzal is törekszem, de hogy itt mire tudok jobban figyelni, hogy helyesebben együttműködjek. Kint nem jön ki annyira a karma, mint itt. Ezért is hívjuk olvasztó tégelynek. Azért nem, mert a külső nyomás bizonyos szerepekbe belekényszerít. Például a családi nyomás, vagy az iskola, vagy a barátok. És állandóan egy olyan szerepet kell játszanod, amelynek a különböző arcai, vagy avatárjai, azok már születésedtől fogva alakulnak. Itt nincs ilyen szerep. Itt nem kell kényszerűen valakinek lenned. Itt csak ember vagy. Nem vagy valakinek a lánya, nem vagy valakinek a barátnője, vagy ellensége, nem vagy egy iskolában egy tanári kar alárendelt diák, aki éppen meg kell, hogy tanulja az összes leckét, ha tetszik, ha nem. Magyarul sokkal kisebb az a dualisztikus nyomás, amire te felvehetnél egy szerepet. És mivel itt nincs ilyen, ezért az összes olyan karma kijön, ami ezeket a szerepeket alkotja. Értjük? És ezért van az, hogy a karmád mélyén mindaz megvan, amit te kint nem vettél észre, te kint mozgatott. Itt észreveszed, hogy ne mozgasson. És az összeszedettség az feladat, nem csak neked, másnak is. A fontossági sorrend meghatározása feladat, nem csak neked, másnak is. Tehát úgy tudsz odafigyelni rá, hogy most mi a dolgom. És hogyha nem emlékszel rá, hogy 10 perccel ezelőtt mit csináltál, mert addig azóta már 5 fél évben benne voltál, akkor valami baj van. Jó? De a baj nem veled van.
ez a karmádnak a kódja. Ezt ki tudod javítani. És semmi más nem kell tenned, hogy pillanatról pillanatra mit kezdtem el, mit folytatok, és mit fejezek be. Emlékszel, egyszer mondtam, ugye emlékszel, hogy mennyire tündérbogár módon mondtam, ugye? Hogy ne szakíts félbe önmagad. Tehát körülbelül 6-8 ilyen kis töredék mondatot hallok, mire egy egész mondat így körbeér. Tehát az elmében kezdődik az a figyelem, hogy Vilma nem szakítja félbe Vilmát, mert akkor egy fél Vilma marad az egyik részén, és egy másik fél Vilma a másik részén a mondatnak. Majd a fél Vilma szintén megszakítja önmagát, így már két negyed Vilma van. És ez így szépen megy a kettőnek így a törtjeibe benne, és ezt kell megszüntetni. Tehát az elme is szeletel. Ne szeleteljen. Tehát ez az egész olyan, mint amikor régen, nem volt ilyen, hogy gép, bementél, azt megkérdezték, amikor kértél 30 deka parizert, hogy egybe drága vagy szeletbe. És ha azt mondtad, hogy szeletbe, akkor fogta, feltett a kis íróceruzát a füle mögé, Laci bácsi, aki ott volt a hentes, és így vágta szépen, tehát gyönyörű precizitás, én hosszú, mindig megfente a kést, és akkor betette ebbe a kis fehér zsírpapírba, ceruza le, megmérte, ráírta, és odaadta. Ez volt régen. Nem az, hogy bemész és vonalkód, meg minden fő van szeletelve, meg ilyenek. Dehogy! Az a tudat az egyben jó, Vilma. Ne szeleteld föl, mert akkor te is darabokra esel szét. Okay. Tehát a nem gondolkodás az azt jelenti, hogy nem szeletelsz. Egybe vagy. És amikor egybe vagy, akkor minden rendben. De olyan régen csinálom, hogy még szerencsére már nem keverem az angolt a magyarral, de nagyon durván még a mondat közepén is külön angol szavokat tűztem be, hogy akasztom magamat folyamatosan, hogy nem hagyom, hogy ez így kicsit jobban folyjon, hogy végig mondjam, most is akadozom. Hogy... Csincsa? Csincsa jó. Hangari már, jonguk már, ilke? Kacsi? Tettero hangok már tettero? Hangari már tettero jongoro? Ottoke. Munjega na jó. Irke hagedem jón, mámi csokkön pokcsapálko katta jó. Irke hajima. Kvencsana? Oké. Good. Tessék. A bátorságról és a gyávaságról szeretnék kérdezni, hogy ugye bátornak kell lenni, hogy felvállaljuk azt, amiért leszülettünk. Akkor mitől véd meg a gyávaság? Attól, hogy szembe kerülj önmagaddal. Van, aki egy életen keresztül fut önmagállal. Onnan veszi észre, hogy gyenge. Tehát ahol gyenge vagy, ott gyáva vagy. Nem mersz szembe kerülni azzal a karmával, ami egyébként te lennél, tudat alatt az is vagy, de nem mered tudatosítani. Ezt úgy szoktam hasonlattal mondani, hogy megijed a mozdonyvezető a széntől. És nem meri belelapátolni, ugye a fűtő, mint a mozdonyvezető kiterjesztése, a kazánba. Sőt, annyira félünk a karma nyersanyagát, hogy lekapcsoljuk a szenes kocsit, és a gőzös pedig úgy nagyon könnyedén megy előre, és rongyol, aztán amikor a nyomás alább hagy, akkor lelassul. És a szenes kocsi, amelyik még mindig dübörög mögötte a korábbi lendülettel, mert mögötte van még egy 1200 tonnás szerelvény, ugye? Az oldalba kapja, és így puff, kész, vége. Tehát, hogyha futunk a karmánk elől, az előbb-utóbb utolér, és agyonnyom. De akkor miért nem ismerik fel a szenet? Hogy az lenne az üzemanyag? Mert fekete. Azt hiszük, hogy az rossz. Tehát nem merünk lenézni magunkba, és azt látni, hogy hát igen, ez a tökéletlenség, igen, ez a visszamaradottság, ez a kis infantilizmus, ez a megrekedtség, hogy ez valójában üzemanyag. Tehát azt mondjuk, hogy ez rossz. Tehát minősítjük tulajdonképpen. Sőt, ítéletet alkotunk, és éppen ezért azt mondjuk, nekem az a fényes tűz kell, az a gyönyörű láng, aminek a fényét látom, és így melegszem mellette.
ja, hogy az ebből a fekete kőszénből van? Na, azt már nem. Azt már nem. Ugye a saját tökéletlenségem, a saját múlandóságom, a saját dualitásom, az az igazi nyersanyag ahhoz, hogy elérjem a felébredést, na, azt már nem. Ezért gond az, hogy gyávák vagyunk, és nem nézünk szembe a karmánkkal. Köszönöm. Van egy 13 éves lányom, és belépett a tinédzserkorba. Nagyon nehéz vele az utóbbi hónapokban, úgy érzem, hogy elvesztettem a fonalat vele. Próbálom segíteni, de nem engedi. Az első 12 évben mennyire szeretted? Jobban, mint akármit. Akkor vissza fog térni. Tehát az, amikor a születés előtt, ugye, ott van az a 9 plusz 1 hónap, már akkor mentálisan kialakul a kapcsolat, és az anyák többsége érzi, apukák, hát szerencsés esetben, és az egész folyamat az első 12 év születés után, az pont arra kell, hogy kihegyeződjön, hogy amikor jön a dackorszak, jön a serdülőkor, jön a kis őrület, jönnek a hormonok, jön az egoitás így nagyon erősen, akkor a bizalom, a szeretet, az együttérzés egy hatalmas sávszélességen tudjon átmenni. Mert néha tényleg nem megszólíthatóak, és nem értik, mert nem akarják hallani, és stb. Stb. És ekkor kell az az elképesztő bizalom és türelem, hogy igen, te ezt most nem hallod, de neki mész a kis falnak, és én leszek az első, aki ott áll a kötszeles tárcával. Nyugodtan menjél neki, semmi gond. A túlféltés az már a lázadás alapja. Van benne elég tűz, az már innen látszik, hogy a lány az gyakorlatilag négy hajtóműves repülőgép, nem pedig egy kis propeller, így jobbra-balra. És ilyenkor apukának kezd nagyobb szerepe lenni, mint az első 12 évben, mert informálnia kell a lányt arról, hogy édes lányom, az ok és okozat törvénye most így működik. Te ezt akarod, ennek ez lesz a következménye, és anyát feltétel nélküli szeretete sem tud megvédeni. Tehát ilyenkor apa és anya egyszerre kell. Megvan apuka? Persze, igen. Együtt éltek? Igen. Elnézést, hogy ilyet kell kérdeznem, de mostanában ez a kisebbség. És ezt meg is beszéltük apukával, és mellettem áll, és helyes. Próbáljuk együtt. És akkor tessék valahogy az együttérzést anyai oldalról, bölcsességet apai oldalról gyakorolni, és akkor a gyerek úgy hibázik, hogy az javítható. Mindenképp fog, de úgy hibázik, hogy javítható, hogy tanul belőle, hogy gyarapszik általa. De nem tudod megfogni a kezét, megkötni a lábát, formatálni a homloklebenyét, és macerálni a szívét, hogy most mit gondoljon, mit érezzen, mit tegyen. Ezt nem tudod megcsinálni, mert emberből van. És minél jobban akarod óvni, félteni, annál jobban küzd az ellen, hogy neki megmondják, hogy őt kontrollálják, hogy őt irányítsák, és a többi. Irányvétel, irányvétel, irányvétel. Kész. És akkor apa mondja, lányom, ezt csinálod, ez lesz belőle. Anya, erre mész, oda jutsz. És meg kell adni neki az önállóság kockázatát. Miért? Mert azt akarja. Addig nem áll le, ameddig nem lesz önálló. Tehát az ok és okozat kimutatásával, az együttérzés megtartásával, hogy lányom, itt mindig otthon vagy. Mindig. Most el akarsz menni, elmehetsz, és ezek a feltételek. És ha megszegi a feltételeket? Akkor következmények vannak. Egyrésztről feltétel nélküli szeretet, másrésztről egyszer a kettő. Köszönöm szépen. Szívesen. Hogyha az ember nem akar se jutalmazni, se büntetni, csak következetes lenni. Az én fiam 8,5 éves, és elkezdett nem kedves lenni. És ez nekem nagyon szívszorító, mert nagy családban, szeretetben ő fel, soha egy káromkodást nem hallott, és ő most, már most kezdi ezt, hogy nyitogatja a kapujaimat, és nem tudom, hogy hogy reagáljak rá. Hát itt megint nem sematizálom a választ, de főleg egy ilyen helyzetben, ami a dű kezdeti megjelenése, hiszen a káromkodás ez a verbális dű, néha a tehetetlenség, de ez az indulat, ez apai oldal. Tehát apának itt nagyon nagy szerepe van, hogy leül a fiaddal, fiatokkal, hogy kivé akarsz válni.
A káromkodó emberek ezek, és be lehet mutatni egy rakás káromkodó embert. Ha te tovább káromkodsz, akkor közéjük fogsz tartozni. Apád és anyád, mi nem tartozunk közéjük. Akkor egy káromkodó fogadott apukád lesz, és egy káromkodó fogadott anyukád lesz. Mert mi nem fogunk veled együtt káromkodni. Na, ugyanígy fog nézni. És hogy ő ezáltal kivé válik, azt ő szépen tapasztalja. És akkor beszéltek, miért káromkodsz? És nem ítélt alkot, hanem feltáró módon. Mi az, ami benned eldurrantja ezt az indulatszót? Főleg, hogy csak velem ilyen flegma, másokkal nem. Jó, itt meg kell nézni, hogy hol voltál egy kicsit engedékeny vele szemben. És azt ezen keresztül olvasolni, nem teret adni neki, és nem felnőttnek nézni a 8,5 évest, és magadban kell ezt orvosolni, és ebből annyit kommunikálni felé, hogy így nem viszonyulunk anyához. Tehát te rosszat hiszel anyáról, hogyha azt gondolod, hogy ez lehetséges. Mert egy másik anya esetleg ezt elfogadja, és bemutatsz esetleg ilyen káromkodó nő videót. Szerezzél valahol. Most már minden van. Kiguglizod. Káromkodó anyuka. Átkozódó felnőtt nő. És hallgattasd meg a fiaddal, és egy ilyen anyukád lesz, mert én nem fogok káromkodni, sőt, nem veszem magamra, amit mondasz, és nem engedem meg, hogy velem így beszélj. De ha szeretnél, vele lehet, hát ő is ezt csinálja. Na, lesz meglepetés. Köszönöm szépen. Szívesen. De ígérd meg, hogy kipróbálod. Jó. Utolsó két kérdés, aztán megyünk aludni. Segítene nekem abban, hogy hogyan rendezzem, vagy talán álljak hozzá ahhoz a kapcsolathoz, ami még talán tinédzser koromban ragadt meg édesapámmal. Egóharc. Hogyan tudnám ezt rendezni? Hány éves ő? 65-ös születésű. Wow! Hát akkor hamar kezdte az ipart. Hát a 65-ös az egy nehéz év. Nagyon sokat tud, és rengeteget folyt el belőle. És hát amikor valakinek csak igaza van, és a nagyon élénken és okosan gondolkodók ezt hiszik, a kígyó év az tud lassan is gondolkodni, és nagyon-nagyon megrágni, és nagyon sommásan, mint egy ilyen konklúziót közölni, hogy már pedig, fiam, ez így van. És kész. Április 1-én született. Hát ez nem javít a helyzeten, de nem is ront. Én pedig április 26. Ja. De a lényeg az, hogy a nagy pixis az közös, és mivel az ellentétek azok vonzák egymást, és az azonosságok pedig taszítják egymást, ezért van egy nagyon... De mindenképp van rivalizáció apa és fia között, de egyre az öreg nem jött rá, hogy az idő nem neki dolgozik. Az idő neked dolgozik. Te vagy a fiatalabb. Ezt tudom, hogy kegyetlenül hangzik, de ez tény. Úgyhogy ilyenkor felteheted neki a kérdést, hogyha nagyon indokolatlanul áll beléd stoplisan páros lábbal, hogy apa, te ezt most elmondhatod és hiheted, de 10 év múlva, amikor tényleg szükséged lesz rám, akkor is ezt mondod? Akkor is ezt szeretnéd velem közölni, és így? Mert hogyha nem, akkor akár most is abba hagyhatod nyugodtan. Jobb lesz az a 10 év, hidd el, enélkül. Tehát nagyon sokféleképpen lehet ezt csinálni, de az, hogy nem válsz a szülő áldozatává csak azért, mert ő idősebb és nagyobb, és ő adott életet, az eszenciális. De elkövetővé sem válhatsz. Tehát ki kell mutatni az okságot, azt a fajta következetes karmikus működést, ami alapján ő ezt a kapcsolatot megtarthatja, vagy ronthatja, vagy javíthatja. Neked ugyanez. És ebben az életben senkinek nincs igaza, észrevetted? De mindenki okos, és mindenki mondja. Döntsd el, hogy mire reagálsz, és mire nem.
mit teremtesz ebből az energiából, és mit nem. Mert így ebben a felállásban egy életünk van. Ezzel a testtel, ezzel a szempárral, ezekkel a szülőkkel, a gyerekekkel egy élet van, és nem több. Ezt kell üveghangra kihúzatni, ezt kell a lehető legmagasabb tudatszintre emelni, mert hogyha ezt elpazarlod, akkor a következőt is elfogod, mert megszoktad, mert azt hiszed, hogy ezt lehet. Azt hiszed, hogy ez így elvihető. És akkor nem tudod, hogy az élet miért üt ostorral a következő inkarnációdban. Miért zuhognak rád a kellemetlen feladatok? Miért kell kényszerből csinálni azt, amit más vállalásból gyönyörűen és dalolva? Neked ez miért baj? És minden lehetőséged, minden elintézetlenséged ott van abban a családban, ahova születtél. Nézd meg, miért születtél az apádhoz, az anyádhoz, a nagyszüleidhez, abba a környezetbe, abban az időpontban, abban a társadalomban, ahol épp vagy. Ezek a kérdések, ha nem tesznek az útra, és nem szólítanak föl belül, hogy emeld a szellemiségedet, emeld a tudatod tisztaságát, az életed minőségét, akkor nem tudom, hogy mi fog. Kívánom azt, hogy minél többször együtt gyakorolhassunk, hozzuk felszínre a dharmát, és javítsuk meg a karmát, mert ha ezt nem tesszük, más nem fogja megtenni helyettünk. Köszönöm a figyelmet!